Sok mindent megállíthat a háború, azonban a fejlődés lehetőségét a beteg gyerekek számára nem. Ezért sem állhatott le a Bobita fejlesztőközpont munkája a háború kitörését követően. Erről beszélgetünk most Tihor Melindával, a központ vezetőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Mesélj egy kicsit a működésükről és magáról az intézményről. Az intézményünk ugye a Bobita Lelki Gondozó és Gyermekfejlesztő Központ Munkácson található, Munkács központjában található. És az a célunk, illetve az elindítójának az volt a célja, hogy a gyermekeknek a fejlődését segítsük, mind az iskolába való beilleszkedést, mind az ott lévő nehéz helyzetekkel való megküzdést, de nem csak a gyermekekre koncentrálunk, hanem ugyanúgy a felnőttekkel is foglalkozunk, hogyha valakinek gyászban elakadása van, vagy valamelyik életszakaszában válsága van, kérdései vannak, tehát lelki gondozói beszélgetésre van szüksége, úgy érzi, akkor felnőttekkel is foglalkozunk egyaránt. Mikor is kialapította az intézményt, a központot? Tarackközi Mónika és az ő férje Gerzson volt, akit Munkácson a helybeli lelkészek. Amikor a központ létrejött, az ő álmunk vált valóra azzal, hogy elkezdett működni a központ, és hát a céljuk nyilván ugyanaz volt, amit már elmondtam, hogy segítségül legyünk, jelen legyünk azokban az élethelyzetekben, amikor valakinek segítsége van egy társra, egy kis biztatásra, bátorításra. És milyen forrásból tud működni a központ? A egyházi fenntartású a központunk. Egyházkerülettől, egyházmegyétől, de leginkább a munkácsi gyülekezettől kapjuk a támogatást, tehát a munkácsi gyülekezet a fenntartója a központunknak. Az az épület is, amiben működünk, a gyülekezet tulajdona. Ők azok, akik úgy a gondjaikra, vagy a szárnyaik alá vettek minket, és segítik a mi működésünket. Milyen változásokat hozott a februárban kitörő orosz-ukrán háború? Hogyan működtek előtte és utána? Előtte is működtünk, utána is működtünk, de igen, van egy választóvonal előtte és utána. Előtte minden nap működtünk, sokkal nagyobb létszámban voltunk jelen, mint munkatársak, mint azok, akik ugye eljártak hozzánk gyerekek vagy felnőttek. És jött a február 24-e, ami egy kis megállást, megtorpanást okozott bennünk is, ugyanúgy, mint azt gondolom mindenkiben. És aznap még az első gyerekkel, illetve szülővel foglalkoztunk, még megtartottuk az első foglalkozást február 24-én, a következőket viszont nem tudtuk megtartani, nem tartottuk meg, lemondtuk, és ott néhány nap szünet után, újra gondolás után, újra tervezés után ismét megnyitottunk, és abban az időben, illetve azokkal a szülőkkel, akikkel lehetett, és amikor lehetett, akkor tudtunk foglalkozni. Éreztük azt, hogy attól, hogy bezártak az iskolák, attól, hogy légiriadók vannak kiszámíthatatlanul, szükség van arra, hogy jelen legyünk. Abban az időszakban éreztük inkább azt, hogy örülnek a gyerekek, hogy végre kimozdulhatnak otthonról, és legalább valahová eljöhetnek, és nem csak a gyerek, hanem ugyanúgy a szülő is végre valahová eljöhet, és egy kicsit másra gondolhat, és ezért is szerettünk volna nem zárt ajtókkal, hanem nyitott ajtókkal, nyitott szívvel, és őszinte figyelemmel ott lenni az ő életükben. És milyen fejlesztéseket kaphatnak itt a gyerekek? Előző években is volt már iskola előkészítő foglalkozás azoknak a gyerekeknek, akik nagycsoportosak, és következő év szeptemberétől iskolába szeretnének menni. Ez egy olyan foglalkozás, amit tervezetten végzünk megadott csoporttal, tehát csoportfoglalkozás, nem egyéni. A háborút megelőző időben Nild terapeutánk is volt, a háború az ő életében is változásokat hozott, úgyhogy ilyen Nild terápiás foglalkozásunk egyenlőre nincs.
Van logopédusunk, logopédiai asszisztensünk, és ő segíti a gyermekek életében, akiknél vannak hiányzó hangok, vagy nem jól rögzült hangok, tehát a hanghibáknak a javítását, vagy esetleg a beszédnek az elindulását, mert van az a korosztály is, akiknél már jó lenne, hogyha megindult volna a beszéd, de mégsem indult meg természetesen önmagától, vagy így a család segítségével, ezért vannak olyanok, akik hozzánk fordulnak, és ebben kérik a segítségünket, és erre is van szakemberünk, aki tud ebben segítséget adni, illetve alkalmazzuk a kutyás terápiát, vagy állatasszisztált foglalkozást, mikor melyiket, abban segítünk akár tinédzsereknek, akár kisiskolásoknak, akár felnőtteknek, hogy a naponta őket ért a hatásokat feldolgozzák. Kik és milyen gyakorisággal látogathatják a központot? Heti rendszerességgel találkozunk azokkal az egyénekkel, akikkel elkezdünk egy terápiát vagy egy foglalkozást. Bárki látogathatja, aki szeretne bejönni, megnézni, hogy hogyan működik, aki szülőként érdeklődik, hogy kaphat-e itt valamit a gyermeke, vagy nem, aki gyermekként vagy fiatalként úgy érzi, hogy neki segítségre van szüksége, tulajdonképpen bárki látogathatja. Nyilván nem tudunk mindenkinek mindenben segíteni, mert vannak korlátaink. Tehát vannak azok a területek, ugye, amit felsoroltam, hogy ezeken a területeken tudunk segítségül lenni, tudunk előre lépést adni, vannak technikáink, amikkel segítünk, de nem mindenki csak ezzel a módszerrel tud előre jutni, amit mi tudunk nyújtani, vagy csak ezekkel a módszerekkel. Mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan tudták kivenni a részüket a menekültek megsegítésében. Itt helyben leginkább magyar ajkú gyerekekkel foglalkozunk, illetve a magyar nyelven folynak ugye a foglalkozások. Viszont a kutya és az állat, mint stresszoldó, mint örömöt hozó önmagában is, többek figyelmét felkeltette. Akár szervezetekét, akár olyan emberekét, akik tudnak arról, hogy itt vannak kutyás foglalkozások, és közvetlenül találkoztak, vagy jelen voltak a menekültek megsegítésénél. Ők voltak azok, akik kérték a mi segítségünket is, illetve a mi bevonódásunkat is, abba, hogy az őket ért traumát esetleg segítsünk feldolgozni. Nemrég indult el egy együttműködés a Caritas helyi munkatársaival, akikkel különböző helyszínekre, ahol menekültek jelenleg is vannak még elszállásolva, vagy ha nem elszállásolva, akkor esetleg már saját anyagi forrásból fedezett szálláshelyükön vannak. Tehát azokra a településekre voltunk már, és fogunk majd menni következő alkalmakkor is. Illetve korábban is, amikor még a nyári szünet volt, és az iskolákban, vagy egyéb oktatási intézményekben voltak elszállásolva a menekültek, ott is voltunk mi is Mirával, a terápiás kutyával foglalkozást tartani, és azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek és a felnőttek nagy örömére is. Tegnap is volt egy ilyen foglalkozásunk, és az egyik felnőtt többször is mondta, hogy ó, hát hadd öleljem már meg, és milyen jó lesne, hogyha megölelhetem. Többször érzem azt, hogyha ő jelen van, és nyilván nem csak ő, hanem bármelyik olyan állat, aki ezt így tűri, az egyfajta feloldódást, megnyugvást, és már csak a jelenlétével örömet ad azoknak, akik nyilván szeretik az állatokat, mert ez egyfajta elfogadás is kell az állatok felé is. Milyen hasonló dolgokat tapasztaltak a menekültek körében? Mire van szükségük, vagy hogyan élik meg ők ezt a háborús időszakot? Bizonyára mindannyian másként traumatizáltak. És ahogy telik az idő, úgy én személy szerint azt tapasztalom, hogy egyre inkább tudnak beszélni arról, hogy mi történt, mondjuk a felnőttek az ő életükben, és hogyan volt, tehát hogy már most mernek, akarnak is, tudnak is róla beszélni.
Nyilván ez egy út és egy folyamat, tehát bizonyára sok mindenki máshol tart ebben a folyamatban. Van, aki lehet, hogy még nem mer, van, aki lehet, hogy még nem akar, van, aki lehet, hogy még nem tud esetleg sírás nélkül, és lehet, hogy sok idő múlva sem fog tudni érzelmek nélkül beszélni róla. A gyerekeknél azt is tapasztaljuk, vagy tapasztalható volt, illetve szülői elmondásból is hallottuk, hogy felszabadultabb, mozgékonyabb, viselkedésére inkább negatívan hatott az a trauma, amit őt érte. Van, aki viszont visszahúzódóbb és zárkózottabb lett. Milyen jövőbeli terveik vannak itt a központban? Mit szeretnének megvalósítani? Szeretnénk fejlődni, olyan területeken is segítséget adni, amin eddig nem tudtunk. Nemrég végeztem el egy olyan terápiát, ahol azokon a területekre kaptam rálátást, illetve kaptam egy eszközt a kezembe, amely területekre eddig nem tudtunk segítséget nyújtani. Például a viselkedés zavaroknál a zene segítségével, illetve a kidolgozott módszernek a segítségével tudunk megoldást adni, vagy valamelyest tudunk segítséget adni. Tehát szeretnénk fejlődni. És azért szeretnénk fejlődni, mert magyar nyelven kevés olyan szakember van, aki elérhető, és a magunk életében is látjuk azt, hogy nem tudunk minden területen szakemberek lenni, és nem tudunk minden területen segíteni. Ezért én magam is kerestem olyan eszközöket, vagy olyan terápiákat, aminek az elsajátításával több területen tudunk segíteni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további sok sikert kívánok a munkájukban. Én is köszönöm a beszélgetést és a lehetőséget. Köszönjük szépen!